Egy nagyon gyakori, én szerintem tévhit az, hogy kis lakásban nem való kutya. Mint korábban már említettem, de nem lehet elégszer hangsúlyozni, a kutya számára az emberi közelség, a gazdával való együttlét az, ami a leginkább fontos. Mondhatom azt is, hogy egy kutya, ami egy hatalmas, gyönyörű kertben csatangol, de igazából a gazdája hetente összesen fél órát foglalkozik vele, ez egy sokkal szánalomra méltóbb helyzetben levő kutya, mint ami egy 35 négyzetméteres lakásban lakik a gazdájával együtt, viszont ugye a gazda naponta háromszor leviszi egy jókora sétára. Tehát önmagában az, hogy mekkora a lakás, ez nem kutyakínzás, vagy kutya jólét, hogy a 100 négyzetméteres lakásban, vagy a 30 négyzetméteres lakásban jobb be a kutyának. Most természetesen vannak praktikus megfontolások. Tehát az előbb említett 35 négyzetméteres lakásban egy hatalmas, nem tudom én, Berni pásztor kutyával kicsit kényelmetlenebb együtt létezni, mint mondjuk egy Yorkshire Terrierrel. Ez abszolút így van. Ugyanúgy, ahogy a 35 négyzetméteres lakásban egy 10 tagú család kellemetlenebbül lakik, mint mondjuk egy 3 tagú család. De alapvetően a kutya számára az emberrel való együttlét, az emberrel való közös aktivitás az, ami nagyon szükséges. Tehát óva inteném a kedves nézőket attól a fajta gondolkodástól, amit nagyon sokszor lehet tapasztalni, hogy azt mondják különben nagyon jó szándékú emberek, hogy eddig nem lehetett kutyám, mert a városban laktam, és a város az nem kutyának való. De most már kiköltözünk kertes házba, itt az ideje, hogy legyen egy kutyánk, már a kennelt is megépítettem neki. Tehát egy kertben elkerített, kenelben üldögélő kutya sorsa sokkal szomorúbb, mint a városban sétáltatással, a gazdával együtt foglalkozó kutya sorsa.